Puskás Ferenc edzője volt a Panathinaikosnak. Innen a kötődés. Oklevél és az emlékplakett. Egyébként, ha már Mészáros Lőrinc is ott van a képen, ugye az akadémia elnöke is azt mondta, még mielőtt elkezdődött a Puskás Suzuki Kupa, hogy idén először tudják azt megcsinálni, hogy a felcsúti intézmény adja a torna minden eseményének helyszínét. Korábban ugye több mérkőzést a fehérvári Sóstói stadionban rendeztek, most azonban mindet már itt a Puskás Akadémia valamelyik pályáján rendezték. Jön a Puskás Akadémia csapat, amelyik ötödik lett. Simicskó István államtitkár pedig, aki a torna egyik védnöke, azt emelte ki, hogy az utánpótlás nevelése, rangos események rendezése és a létesítmények fejlesztése egyaránt célja a kormányzat sportpolitikájának, és a Puskás Suzuki Kupa kapcsán mindhárom célnak megfelel ez a rendezvény. Annak van egy-egy jó szava mindenkihez, nyilván minden játékot személyesen is ismert. Ma nyert a Panathinaikos ellen a Puskás Akadémia. És hát nyilván abban bíznak, hogy jövőre azért még jobban fog ez sikerülni. Ugye az első kiírásnál 2008-ban került a döntőbe a Puskás Akadémia, és ott 5-1-re kikaptak a Real Madridtól. Idén pedig tehát még egyszer ötödikek. Sorsolt itt az idei Puskás Suzuki Kupának, aki ugye a Deportivo, a Bayern München és a Feyenoord egykori kiváló játékosa volt. Ő volt az, aki összesorsolta a Puskást a Reállal és a Feyenoorddal egy csoportban, és ugye a másik csoportban volt a Honvéd, a Panathinaikos és a Hagyi Akadémia. Természetesen nekik ez volt az első szereplésük ezen a tornán, most először kaptak meghívást. Érmes a Hagyi Akadémia lett, ők már tavaly is itt voltak, és György Hagyinak a fia is itt van a csapatban, játszott is most a Feyenoord elleni bronzmérkőzésen. Érkeznek ott kék kabátban a háttérben. És ott vár a kis és a nagy serleg. A győztesnek és a második helyezettnek. Most érkeznek a román játékosok, a dobogó rezik a hollandoknak. Gratulált a miniszterelnök. Ugye jönnek az érmek is, nem csak az emlékplakettek. Egyedi vert és hímzett szalaggal ellátott érmeket kapnak a első három helyezett csapat játékosai, amelyen Puskás Ferenc arcképe díszeleg. Hol angolul, hol magyar.
magyarul mondja a miniszterelnök, megköszön, hogy itt voltak a Hadzsi Akadémia játékosai. Thank you.
a miniszterelnök. A cserekapus Berla Attila érkezik. A Bajda Dániel, Nemes Barna, Vászi Dániel, Erdély Boton, Gergényi Bence, Falusi Bálint, Bíró Ákos, Sós Dávid, Bodrogi János, Tömösvári Bálint, Bajda Roland voltak a kezdők. A cserepadon Berla Attila, Bence Szilárd, Hegedűs Tamás, Herjeszki Kristó, Király Ákos, Gergye Dániel és Kundrák Norbert. És ugye az edzői kar, Farkas Tibor, a vezetőedző, Somogyi Krisztián, aztán Bakó Attila, Szabados Eszter, Jasper de Moink, Herceg Vince, Merci János, Kasper István, Bajda Barbara és Pintér Bence, akik a csapat irányításában, edzésében, felkészítésében, rehabilitációjában segítenek, tehát mindenki ott van most már, és megkapják a jól megérdemelt aranyérmet. Egyesekkel 3-1-re legyőzte a döntőben a Real Madridot, így a 8.